Drágulnak az építkezések, átlagosan 5-10%-ot emelkedtek az építőanyagok árai. Az építőipar fellendülése miatt szigetelő anyagokra, zsaluelemekre akár heteket is várni kell. Kevés a szakember, új ösztöndíjat vezet be a kormány. A cél a felsőfokú végzettségű ápolók támogatása a mesterfokozat és az okleveles ápoló szakképesítés megszerzésében. Közeleg a határidő, május 15-éig, tehát jövő hét hétfőig igényelhetik az egyetemisták és a főiskolások a diákhitel egyet még ebben a fél évben. Drágulnak az építkezések, átlagosan 5-10%-ot emelkedtek az építőanyagok árai. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházók szerint ez a dömpingszerű építkezéseknek köszönhető. Az év elejétől folyamatosan bővül az építőipar, a gyártók már nem tudják lekövetni a megrendeléseket. Szigetelő anyagokra, zsaluelemekre napokat, de akár heteket is várni kell. Dömpingszerűen indultak el az év elején az építkezések, ezt érzékeli ez a tüzép is. Mintegy 28%-kal több a megrendelés az építőipari alapanyagokra. Nagyobb részt a magánerős, új társas és családi ház építéshez szállítanak alapanyagokat. A beruházók sokszor azzal találják magukat szemben, hogy egyes anyagokból már-már a megnövekedett igényeknek a gyártók sem tudnak eleget tenni, és bizonyos építőanyagokból hiány van. Amit most tapasztaltunk, a pince készítés, az a zsaluelemek, amikkel találkoztunk, hogy hiány van, illetve a szigetelő anyagokra is sokat kell várni, gondolok itt a utólagos hőszigetelésekre, a falaknál, a polisztirol termékekre. Az új, de a felújításra váró lakásoknál is a hőszigetelésre használt korszerű anyagok iránt nagy az érdeklődés. Sokszor heteket is várni kell a szállításra, ezt figyelembe kell venniük a kivitelezőknek. Új lakások Nyíregyházán is szép számban épülnek, itt például egy 25 lakásos társasházat építenek. A kivitelező szerint az alapanyagok ára a beruházási kedv fellendüléséhez köthető. A gyártók is ki voltak már éhezve, ugye hosszú idő után arra, hogy végre emelsenek egy kis árat, és most látták eljönni ezt az időt, amikor hozzányúlhatnak az árakhoz. Ez általában egy olyan 5-10% közötti áremelést jelent. Volt egy-két eltérő, egy kicsit durvább. Nyilván vannak olyan építőanyagoknak, amelyeknek nem mozdult az ára, de azért a jellemzően egy ilyen 5-10% közötti áremeléssel számolhatnak a vásárlók. Az új lakások és családi házak piacán is tapasztalható áremelkedés. A kivitelezők szerint nem csak a drágább építőanyag miatt kerül többe az új lakások négyzetmétere, hanem a beruházóknak kalkulálniuk kell a megemelkedett tervezői díjakat, és mivel szakmunkás hiány van az építőiparban, ezért jobban meg kell fizetni a jó szakembert is. Az új lakásokhoz, házakhoz a 10+10-es csokkot igénybe veszik, ezért az emelkedett árakon is értékesíteni tudják az ingatlanokat, mondják ebben az értékesítő irodában. Ha most egy lakás négyzetméter árára visszanyitjuk, ez jelentős mértékben 280-350 ezer forint között mozog, de ugye ezeket a lakásokat ugye nagy részt a 10+10-es csok és hitelre keresik a vevők is, úgyhogy ez ugye önmagában már egy picit pénzügyileg nekik előnyt jelent, hogyha a 10 milliós csokot a három gyerekre meglévő gyerekre vagy vállalt gyerekre majd be tudják építeni. Aki teheti, inkább új lakást vagy házat vásárol, nem pedig használtat, mert a kettő közötti árrés jelentősen csökkent. Nyíregyházán a legalább 60 négyzetméteres új építésű lakások átlagban 18-20 millió forintba kerülnek. Ezekhez körülbelül 2 millióért kap garást a vevő. A téglagázos lakások ára csak enyhébben emelkedett, 150-200 ezer forintos négyzetméter áron kínálják. A panel lakások ára viszont itt arányaiban nagyot ugrott, egy 50 négyzetméteres használt lakás akár 10 millió forintba is kerülhet. Új ösztöndíjat vezet be a kormány, a cél a felsőfokú végzettségű ápolók támogatása a mesterfokozat és az okleveles ápoló szakképesítés megszerzésében. Ez is megoldást jelenthet az ápoló hiányra, vélik az ágazatban dolgozók.
Televíziónk megkeresésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház ápolási igazgatója azt mondta, térségünkben is érezhető a szakképzett ápolóhiány, ám itt nincs ebből fakadó működési probléma. 640 ezer forint, ennyit is kaphat az első fél évben az a Mihalica ösztöndíjas, aki már felvételt nyert ápolói mesterképzésre, illetve vállalja, hogy a szakképzettség megszerzését követően 5 éven belül a végzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 3 évig teljes munkaidőben dolgozik állami egészségügyi szolgáltatónál. Ez az ösztöndíjazás is megoldást jelenthet az ápolóhiányra, amely a keleti országrészben egyelőre nem jelentős mérték. Intézményünkben 3100 szakdolgozó van, ebből kb. 1800 ember ápoló dolgozik ágy mellett. Azt kell, hogy mondjam, hogy érzékeljük a hiányt, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen jellegű működési problémánk vannak. Tehát minden egyes osztályunk, ápolási esélyünk a normál menetrendben tud dolgozni. Tehát jelen pillanatban nem érezzük ennek a hiányát, tudjuk őket kompenzálni. Az ápolási igazgató hozzátette, a kórház igen aktív a képzések terén, most is tervezik, hogy akár egészségügyi szakképesítés nélkül minimum érettségével rendelkező jelentkezőket iskoláznak be, a résztvevők egészségügyi szakdolgozóként, ápolási asszisztensként kapnak majd munkalehetőséget. De nem csak a kórház, többek között a Debreceni Egyetem egészségügyi kara is biztosít ápolóképzést, ráadásul szeptembertől bővül a mesterképzési paletta. Megváltozik az ápoló képzésünk, különböző szakirányok fognak megjelenni a mesterképzésben, többek között például a geriátri szakápoló, közösségi szakápoló és ezen kívül másik 4 is. Tavaly új szakkal az egészségügyi tanárképzéssel is bővítették kínálatukat, tette hozzá a dékán, erre a mesterszakra most is több mint 100-an jelentkeztek. Május 15-ig, tehát jövő hét hétfőig igényelhetik az egyetemisták és a főiskolások a diákhitel egyet még ebben a fél évben. A legtöbb hallgató a hitelkérelmet még a tanév vagy a fél év elején benyújtja, azonban több százan veszik igénybe az utolsó hetekben ezt a lehetőséget. A diákok nagy része a nyári hónapok kiadásait is ebből fedezi. Tandíj, albérlet, kollégium, szórakozás. Ezeket a kiadásokat a felsőoktatásban tanulók sok esetben diákhitelből tudják finanszírozni. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés tandíja 100 ezer forint per fél év fölött van, de a lakhatás is több 10 ezer forintba kerülhet. A Diákhitel Központ 2001-es működése óta már 380 ezer fiatal választotta ezt a hitel lehetőséget, és közel 140 ezer főnek sikerült már ezt visszafizetni. A központ nem fizetés miatt mindössze a diákok 2%-ával bontott szerződést. Kétfajta konstrukciót igényelhetnek a hallgatók, a szabad felhasználású diákhitel 1-et és a kötött felhasználású diákhitel 2-t. Előbbit a tanulók még erre a fél évre is felvehetik a jövő hét elejéig. Május 15-ig, azaz jövő hét hétfőig kérhetik az egyetemisták és a főiskolások a diákhitelüket, amennyiben még nem igényeltek, és úgy ítélik meg, hogy az idei tanévre még szükség lenne a szabad felhasználású diákhitel nyújtotta segítségre. Több száz azoknak a hallgatóknak az aránya, akik a tanév végéhez közeledve döntenek úgy, hogy szükségük lenne még diákhitelre, hiszen érdemes a nyári kiadásokat is górcső alá venni. A diákhitel egyet saját célra szabadon felhasználhatják a felsőoktatásban tanulók. Ebben az esetben az igényelt összeg maximum havi 50 ezer forint lehet. Ennek kamata az indulás óta most a legalacsonyabb, mindössze 3,35%. A diákhitel 2 ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a Diákhitel Központ egyből az intézmény számlájára küldi. Itt a kamat fix 2%. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár az 1 millió 350 ezer forintos orvosi képzés tandíját is hitelezi a központ. Mindkét konstrukció esetében kitétel, hogy 40 év alatti legyen a hallgató. Itt a Nyíregyházi Egyetemen ebben a fél évben mintegy 600 hallgató vett igénybe pénzügyi segítséget. Közülük 430-an a diákhitel 1 konstrukciót, 170-en pedig a diákhitel 2-t választották. A diákok mindig hajlamosak az utolsó pillanatokra hagyni ezeket a fontos teendőket, így még május 15-éig megtehetik akár a diákhitel szerződés kötést is, és valószínűleg még lesz még egy pár hallgatónk, aki igénybe fogja venni a szerződést.
Azok a hallgatók, akik most adják le igénylésüket, várhatóan június 15-én kapják meg a hitelüket. A Nyíregyházi Egyetemen még 20-30 főre számítanak hétfőig. Akik most lemaradnak, legközelebb már csak 2017. szeptemberében juthatnak diákhitelhez. Egy 31 éves iraki ember csempészt vettek őrizetbe Tatabányán a helyi rendőrök. A megalapozott gyanú szerint a férfi segítséget nyújtott annak az 5 iraki bevándorlónak az illegális határátlépéshez, akiket május 5-én Csenger belterületén fogtak el a rendőrök. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a gyanúsított az iraki bevándorlókat Ausztriába szállította volna tovább. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság migrációs ügyek osztálya indítványozza az embercsempészéssel gyanúsított iraki férfi előzetes letartóztatását. Egy személy sérült meg abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán a Szénatéren. Egy álló személygépkocsinak ütközött egy autó. A vétlen járműben ülő sérült meg könnyebben, akit a mentők kórházba szállítottak. Az anyagi kár mindkét autóban jelentős. Rendvédelmi napot tartottak ma Nyíregyházán. Az eseményen emléktáblát avattak a Vámis pénzügyőrség megalakulásának 150. évfordulója alkalmából. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Nem jutott be a döntőbe a nyíregyházi kosársuli, miután az elődöntő második mérkőzésén hazai pályán 76-74-es vereséget szenvedett a TFS-e csapatától, amely így 2 győzelemmel lépett tovább. Az NKS a bronzéremért játszhat. Franciaországi versenykörútra utazik pénteken Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a tervek szerint 3 viadalon áll rajthoz, azzal a céllal, hogy megfelelő körülmények esetén teljesítse a nyári londoni világbajnokság 65 méteres kiküldetési szintjét. Rendvédelmi napot tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a megyei rendőrfőkapitányság, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a büntetésvégrehajtás és a Magyar Honvédség 6 kiegészítő parancsnoksága szerdán Nyíregyházán. Az eseményen emléktáblát avattak a Vámis pénzügyőrség megalakulásának 150. évfordulója alkalmából, valamint emlékkiállításon mutatták be a szervezet elmúlt évtizedek alatt összegyűjtött relikviáit. A mai értelemben vett Vámis pénzügyőrség története 1867-ig nyúlik vissza, ekkor rendelkezett Lónyai Menyhért pénzügyminiszter egyes számú körrendeletében a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakításáról. A szervezet legfontosabb feladatai közé akkor a csempészet, a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása tartozott, mondta el a hatóság megalakulásának évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen a NAV megyei igazgatója. Kazsuk Attila felidézte, a 3000 fővel megalakult szervezet az elmúlt évtizedekben többször átalakult, míg végül 2011-ben létrejött a mai ismert szervezeti egység. A 150 éves történelemre egy emléktábla avatásával emlékeztek meg, amellyel az egykori pénzügyminiszter előtt is tisztelegtek a rendvédelmi szervek képviselői. 1867. március 10-én megyénk szülöttje, gróf Lónyai Menyhért tevékeny közreműködésével lerakták a modern pénzügyi közigazgatásnak az alapjait. Ennek a Vámis pénzügyőrség, a NAV előtt szervezete folyamatosan részét képezte, hogy részét képezi ma is. Nagyon sok változáson ment keresztül a szervezet, nyilván szervezeti oldalról is, de amit én fontosabbnak tartanék, az sokkal inkább a ember, aki a pénzügyőr, aki képzettségével, tehetségével végigszolgálta a szervezetnek az érdekeit, illetve a modern pénzügyi közigazgatást, illetve a szakmai módszerek megújítása, hiszen az előbb láthattuk azon a szervezet történeti kiállításon, amelyet rendeztünk, hogy honnan indultunk, az egyszerű papíralapú vámigazgatási eljárásoktól mai napon már az elektronikus ügyintézésnek a teljessége, ami jellemzi a munkánkat. Jelenleg a költségvetési bevételek 90%-át a NAV szedi be, amelynél országosan 19 ezeren, a megyénkben pedig 1115-en dolgoznak. A szervezet számára nem csak a jelen, hanem a múlt is fontos, ezért nyitották meg azt az emlékkiállítást, amelyen bemutatták a pénzügyőrség relikviáit. A tárlaton számos tárgyi emléket, korabeli egyenruhát és szabálykönyvet is megtekinthet a közönség. Különböző kardokat látunk itt, illetve egy tényleg korahűbeli sapkát, illetve hát csákornak nevezték abban az időben, ami
valóban egy nagyon díszes, szép címmel ellátott tárgy, és jellemzően egy tiszti sapka ez. A jelen dolgaiból pedig olyan dolgokat mutattunk be, amik ezelőtt 20-30 évvel keletkeztek ugyan, de már azok is szinte múzeális tárgyak. Van egy olyan számológépünk, ami egy ilyen, hát ilyen nagyon sok kis karokkal működik, le kell húzogatni, és még az én kollégám a 80-as évben ezzel számolta ki a vámot. Az ünnepség után a NAV Pénzügyőr zenekarának részvételével felvonulás indult a Kossuth térre, ahol a nap folyamán számos bemutatókkal várták az érdeklődőket a rendvédelmi szervek. Nem jutott be a döntőbe a nyíregyházi kosársuli, miután az elődöntő második mérkőzésén hazai pályán 76-74-es vereséget szenvedett a TFS-e csapatától, amely így kettős győzelemmel lépett tovább. Az NKS a bronzéremért játszhat, a két győztes meccsig tartó párharcban a Szeged lesz Farkasinszky Gyuláni együttesének ellenfele. A Budapesten elszenvedett vereséget követően a nyíregyháziaknak mindenképpen nyerniük kellett volna ahhoz, hogy életben tartsák döntős reményeiket. Az első negyedet a fővárosiak nyerték 4 ponttal, a második 10 perc viszont a hazaiak élet 2 ponttal. A folytatásban átvette a vezetést a házigazda, sőt, a záró játék részben 6 ponttal is vezetett Farkasinszky Gyuláni együttese. A TFS-e azonban nagy hajrát nyitott, és az utolsó pillanatokban 2 büntetővel a maga javára fordította a mérkőzést, megnyerve ezzel a párharcot. Egy jó mérkőzést játszottunk, amellett, hogy vétettünk olyan hibákat, ami esetleg oda vezethetett, hogy esetleg ez lehetett, hogy a mérkőzés vége játékában nem mi nyertük meg a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy fölkészültünk előképpen, hát attól sokkal koncentráltabban és összeszedettebben játszottunk, mint a TFL-en. Nem nagyon tudtuk mi megoldani ezt a fiatal és idősebb játékos közti kontaktokat, mert ugye ha mi fiatalabb játékosaink kontaktba kerültek az ellenfél játékosaival, abban a szent pillanatásban ugye fautot kaptak. Ha a kicsiket akár azt is mondhatom, hogy fölrúgták, mert ilyen is volt sajnos, hogy úgy kellett összeszednünk az oldalvonal mellett, ők erre semmilyen kedvezményt nem kaptak, tehát még csak a fautig se tudtak eljutni. A nyíregyházi kosársuli a bronzéremért azzal a Szegeddel játszik, amelyel 1-1-re végzett az alapszakaszban. A két nyert meccsig tartó párharcban az alapszakasz győztes tiszapartiak lesznek pályaelőnyben. Nyilván nagyon szeretnénk ebben az évben is érmet nyerni, bár azt már többször mondtuk, hogy ugye azt, hogy 4-be kerültünk, ez valamilyen szinten erőn felüli teljesítmény a csapattól, de ha itt van az ember, akkor nyilván szeretne már valamit. Tehát jó lett volna egy döntő is, ez nem jött össze, így most megpróbáljuk a harmadik helyet. A mérkőzések időpontja még kérdéses, mivel a nyíregyháziak a következő 2 hétvégén utánpótlás döntőkben szerepelnek, valamint a csapat kulcsjátékosa Papp Klaudia május 15-én csatlakozik a világbajnokságra készülő felnőtt B33-as válogatott kerethez. Franciaországi versenykörútra utazik pénteken Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a tervek szerint 3 viadalon áll rajthoz azzal a céllal, hogy megfelelő körülmények esetén teljesítse a nyári londoni világbajnokság 65 méteres kiküldetési szintjét. A korábbi években, május közepén már jó néhány versenyt maga mögött tudhatott Szikszai Róbert, idén azonban még csak 3 viadalon áll dobókörbe a nyíregyházi diszkoszvető. A junior Európa-bajnok, 23-as Európa-bajnoki bronzérmes atléta viszont mindhárom alkalommal 60 méter felett zárt. Kerekes László tanítványa a Kanári-szigeteken megrendezett Európa-kupán 60 méter 49 cm-ig, a szombathelyi nemzetközi versenyen 60 méter 45 cm-ig jutott. Szentesen pedig a diszkoszvetők számára kedvezőtlen hátszélben 62 méter 44 cm-ig repül Szikszai kezéből a 2 kilós szer. Ilyen jól, soha nem kezdtük a szezont, hogy 60 méter fölött dobással, nem szeretnék már az alatt dobni, inkább már feljebb. Most beindul a versenyidőszak, most gyakorlatilag minden héten fogok versenyezni, úgyhogy azért, ha mindenhol tudom ezt a 60 métert hoznám, annak már örülnék. Szikszai pénteken Párizsba utazik, hogy elsőként azon a versenyen álljon rajthoz, amelyen korábban először dobott 60 méter felett. Kerekes László szerint tanítványa formáját tekintve nagy reményekkel néznek a franciaországi dobógálák elé.
Robit mindig motiválja a verseny, és motiválja az, hogyha tőle nagyobb, jobb versenyzőket tud versenyezni, az egy nagyon komoly húzerő, és bízom abban, hogy ez most is így lesz, mert eddig is így volt, és egy jó eredményt fog produkálni. A jó eredmény akár egy 65 méter feletti dobás is lehet, ami egyben a londoni világbajnokság kiküldetési szintjének teljesítését is jelenteni Szikszai számára. Ez benne van nálunk, azért egy jó szél, egy jó időjárás azért sokat tud segíteni. Hogyha stabilan tudom ezt a 60-62 métereket dobálni, abból könnyen lehet egy 65 méter. Mi sokat sikerült javítanunk az a mozgáson, nem dobok most már érvényteleneket, nem dobok hálót, stabilan tudom ezt a 60-62 métert, úgyhogy mindenféleképpen egy 65 méter körül szeretnék dobni. A szombati párizsi versenyt követően Szikszai a tervek szerint még két viadalon indul, az egyiknek szintén Párizs, a másiknak pedig egy dél-franciaországi város ad majd otthont. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Drágulnak az építkezések, átlagosan 5-10%-ot emelkedtek az építőanyagok árai. A beruházók szerint ez a dömpingszerű építkezéseknek köszönhető. Az év elejétől folyamatosan bővül az építőipar, a gyártók már nem tudják lekövetni a megrendeléseket. Szigetelő anyagokra, zsaluelemekre napokat, de akár heteket is várni kell. Új ösztöndíjat vezet be a kormány, a cél a felsőfokú végzettségű ápolók támogatása, a mesterfokozat és az okleveles ápoló szakképesítés megszerzésében. Ez is megoldást jelenthet az ápoló hiányra, vélik az ágazatban dolgozók. Május 15-éig, tehát jövő hét hétfőig igényelhetik az egyetemisták és a főiskolások a diákhitel egyet még ebben a fél évben. A legtöbb hallgató a hitelkérelmet még a tanév vagy a fél év elején benyújtja, azonban több százan veszik igénybe az utolsó hetekben ezt a lehetőséget. A diákok nagy része a nyári hónapok kiadásait is ebből fedezi. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 10-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnapra jelentősen melegszik az idő, a magasban nyugati-délnyugati áramlással egyre melegebb, változó nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk, az előttünk álló éjjel gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, csapadék nem valószínű, a délnyugati szél helyenként megélénkül, reggel általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, majd estétől megvastagszik a felhőzet. Helyenként zápor is előfordulhat, a déli szél időnként megélénkül, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás kezdődik térségünkben. A következő napokban a több-kevesebb napsütés mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, több helyen számíthatunk zápor-zivatar kialakulására, pénteken igen heves viharok is kialakulhatnak, a délnyugati, majd az északnyugati szél megerősödhet, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, hajnalban 10, délutánonként pedig jellemzően 20 fok körüli hőmérséklet valószínű.